Ami a felnőtt labdarúgóinknak a Katalin Bál, az az utánpótlás esetében az évzáró, szakmai értékeléssel egybekötött pizzázás. Ezúttal december 20-án gyűltek össze a labdarúgó palánták a művelődési ház nagy termében, hogy az őszi szezont átbeszéljék, kiértékeljék. A tavalyi évben az U16-os csapatunk második lett a Fejér megyei U16-os bajnokságban. Kicsit csalódásként érték meg a srácok, de én azt gondolom, hogy nagyon sok pozitív erőt merítettek ebből, mert ebben az évben most a kiemelt bajnokságot ez az U16-os csapat meg tudta nyerni. Az összes korosztályban kiemelkedő eredményeket hoztak utánpótlás csapataink. Flórián Gábor, az Elcsi Kinizsi elnöke megköszönte a gyerekek lelkes hozzáállását, és kifejezte reményét, hogy ez a tavaszi szezonban is megmarad. Liber Károly, az utánpótlás vezetője, a sikerek hátterét is igyekezett megvilágítani összefoglalójában, és a jövőre vonatkozó elképzeléseit is vázolta. Az évzáró rendezvényen a klub vezetése a gyermekek munkája mellett megköszönte a szülők, az edzők Liber Károly, Horváth Imre, Flórián Lajos, valamint a klub korábbi elnökének, Schmidt Lászlónak áldozatos munkáját is. A gyerekek a jól megérdemelt pizza és üdítő mellett még órákig beszélgettek társaikkal, szüleikkel és edzőikkel, a karácsonyi ünnepek után azonban hamarosan újabb feladatok, mérkőzések várnak majd rájuk.